Jó napot kívánok mindenkinek, aki már megtalálta a helyét, de nyugodtan keresse meg mindenki, helyezkedjék kényelembe. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Bece Szilvia vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és a mai rendezvény háziasszonya. Itt ma minden arról fog szólni, ami ennek a zeneiskolának, művészeti iskolának fontos, de engedjék meg, hogy néhány személyes pillanattal kezdjem. Nekem a Magyar Rádióban és azon belül a Bartók Rádióban van egy úgynevezett családi koncertsorozatom most már tizenvalahány éve. És amikor ez elkezdődött, akkor mindig felnőtt művészeket hívtam, és a gyerekek mindig passzív szereplői voltak úgymond ezeknek a koncerteknek, hiszen ők a közönség soraiban ültek, és mondjuk kérdésekre válaszoltak, de aktívabban, ennél aktívabban nem vettek részt a koncerteken. Aztán kaptam egy telefonhívást Korbuj Klárától, aki ugye itt a Biatorbágyi iskola igazgatóhelyettese. És azt mondta, hogy van itt Biatorbágyon egy regionális gitárverseny. És szerinte nagyon színvonalas volt, nagyszerű fiatal tehetségeket találtak. Esetleg rendezhetnénk-e egy gála koncertet a rádióban? És én arra gondoltam, hogy miért ne lehetne? Eljöttek a győztesek, külön díjasok, és egy csodálatos koncertet rendeztünk, olyan koncertet, amelyre a Bartók Rádió hallgatói szerte az országból vagy bárhonnan nagyon pozitívan jeleztek vissza. Milyen ügyesek ezek a gyerekek, végre ilyet is hallani a rádióban. Szóval voltak éppen a Biatorbágyi iskola volt az első, az a kezdeményező, aki felhívta arra a figyelmemet, hogy bizony lehetne olyan koncerteket is rendezni, és ebből rádióműsorokat készíteni, amelyekben gyerekek a főszereplők, ők játszanak a felnőtteknek. És itt elindult egy baráti kapcsolat ezzel az iskolával, amelyet Bojkiné Kálló Eszter igazgatónő nagy örömmel folytat. Néhány héttel ezelőtt rendeztük a legutóbbi koncertet. Úgyhogy mind az iskola növendékeivel, mind az iskola által rendezett versenyekkel már jó sok, talán évi egy vagy két koncertet megrendeztünk az utóbbi legalább 5-6-7 évben. Úgyhogy már csak ezért is nagyon megtisztelő számomra, hogy ezúttal nem az iskola növendékei, tanárai jöttek el hozzánk a rádióba, hanem én jöhettem el ide és megnézhettem végre, hogy honnan is érkeznek ezek a nagyszerű fiatalok, és hol vannak ezek a kollégák, akikkel ilyen jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Úgyhogy ezúton is a teljes Bartók Rádió nevében nagyon szépen köszönöm a Pásztí Miklós Alapfokú Művészeti Iskolának, vezetőinek, tanárainak, diákjainak, és persze a szülőknek, nagy szülőknek, hogy együttműködnek velünk. Én a 30. évforduló mellett még nagyon sok ilyen közös rádiós évet is kívánok magunknak. Köszönöm szépen mindenkinek. Gyönyörű programokkal készült az iskola erre a gyönyörű jubileumi alkalomra. Kezdjük is rögtön népzenével. Elszaladt a siska göbe, ezt a címet kapta a produkció, és a koreográfia, amelyet most megnézhetünk, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület népi örökségünk mesterei és tanítványai 2020-21. Évi pályázatán külön díjat nyert. De, és ezt kérték az alkotók, hogy feltétlen mondjam el önöknek, 4 főre készítették eredetileg azt a koreográfiát, és 4 fő nyerte ezt a külön díjat. Most viszont az egyik tanár úr az utolsó pillanatban kellett, hogy bejelentse, hogy nem tudja szabaddá tenni magát, és nem tud itt lenni. Úgyhogy gyorsan átalakították 3 fősre a koreográfiát. Nagyon profik, nagyon lelkesek, úgyhogy önök észre sem fognak venni ebből szerintem semmit, de ők mégis azt kérték, hogy tudassam a kedves közönséggel. Szóval következzék az Elszaladt a siska göbe koreográfia. Zsáki Dániel és Lukács Ádám képviseli a fiatalokat, és mellettük tanáruk Kovács Gábor Norbert táncol, Csernó Klára és zenekara kísér. Kedves közönségünk, érezzék jól magukat a mai délutánon!
Hát én nem vettem észre, szerintem önök sem, hogy ezt nem így találták ki, ezt a koreográfiát. Klasszikus zenével folytatjuk az előadást, és mindig lesz egy pici tereprendezés természetesen, hiszen hogyha klasszikus zenészek jönnek, akkor néhány kottaállványra és néhány székre is szükség lesz. Különösen most, amikor a vonós zenekar ül a színpadra, és egy gyönyörű, tényleg ehhez a mai naphoz illő programmal készültek, már csak azért is, mert most véletlenül nem szakad az eső, jövő héten majd megint fog, ahogy olvastam, de hát most gyönyörű, igazi tavaszi napunk van, úgyhogy Dunajevszkij Tavaszi hangulatban című kis darabja pont a mai alkalomhoz illik. Ezt követi Frakoszi Álmodozása, nyári melegben vagy tavaszias melegben igazán jó dolog álmodozni, és aztán Csajkovszkijjal folytatják a programot a muzsikusok, szerintem itt meg ismerős dallamok is lesznek majd. Csajkovszkij indulója, aztán pedig a cukortündér tánca következik. Hát hadd adjak már, ha rádióból jöttem, egy kis feladatot a helyi gyerekeknek, hogyha az utolsó zenét, a cukortündért esetleg felismerik, vajon miben lehet azt meghallgatni? Mi az a darab, aminek része lehet ez a cukortündér? Szerintem sokaknak ismerős lesz. Szóval az lesz majd a negyedik, amit játszanak a vonósok, jó? Úgyhogy lehet számolni, hogy melyik is a cukortündér. Utána megbeszéljük, hogy tudjuk-e, hogy miből van a részlet. Szóval az iskola vonós zenekarát halljuk már is. Terpai Nikolett a tanáruk, és ő is zongorázik majd, illetve Terpai Miklós vezényel. Thank you.
Nem is csak az utolsó részlet, hanem álnéven már az utolsó előtti is abból a bizonyos darabból szólt, amire gondoltam. Felismerte valaki? Hú, ilyen sokan. Hát akkor mondjuk egyszerre. Mire tippeltek? Fülelek nagyon, hogy mindenki ugyanazt mondja-e. Mindenki ugyanazt mondta. Nagy tapsot a gyerekeknek. Igazuk van. Csajkovszki diótörő balettjének ismert részleteit hallottuk, bizony-bizony, hát karácsonykor meg kell nézni a teljes balettet, aztán el kell játszani mindenféle hangszereken. No, hát nem sokára újra zenével folytatjuk, de hát egy nagyon kedves vendégünk is van itt a nagy díszteremben, aki nem csak eljött megnézni a fiatalokat és meghallgatni produkcióikat, hanem köszöntővel is készült. Úgyhogy arra szeretném kérni Tarjáni István polgármester urat, fáradjon a színpadra, biztassuk őt is egy nagy tapssal. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet, és engedjék meg, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata nevében köszöntsem a 30 éves művészeti iskolánkat, amely iskola 30 évvel ezelőtt zeneiskolaként indult, és hát természetesen kapcsolata van az önkormányzattal, de van egy furcsa, szokatlan kapcsolata is, és erről engedjék meg, hogy néhány szót ejtsek. Amelyet én az akkori igazgató nőtől kaptam információként. Tehát megalakult az iskola egykori igazgatónője kérésére, vagy kezdeményezésére. Bojki Eszterről van szó természetesen, ha valaki nem tudná. Itt ül közöttünk, és akkor hagyj köszöntsem innen személyesen is. És... az akkori polgármester és az akkori képviselőtestület nyitott volt arra, hogy zeneiskola induljon Biatorbágyon, de hely nem nagyon volt arra, hogy ez az iskola elinduljon, és az első időben a képviselőtestületi terem volt a próbaterem, és ott voltak az első zeneórák, és még arra is vigyáztak a gyermekek, hogy ne tegyék tönkre a testületi frissen készített parkettát, és papucsban lépettek csak be a képviselő testületi terembe, megfelelő tiszteletet adva a helynek. Ezzel a történettel szerettem volna önöket itt megismertetni, mert számomra ez nagyon, nagyon kedves. És van még egy olyan kapcsolat a most már művészeti iskolának, amelyből tudomásom szerint szeretne szabadulni, mert akkor annak idején egy jó gondolatnak és jó ötletnek tűnt, hogy a kultúrházzal egy helyen legyen a székhelye, illetve ahol az oktatás folyik, de az elmúlt 30 év fejlődését tekintve ez ma már enyhén szóval nem ideális. És természetesen azon dolgozik az önkormányzat, hogy ez a helyzet ez végre megnyugtató megoldást találjon, és a reményeink szerint a Szili kastélyban hosszú távú megoldás születik, és ott lesz a végleges székhelye, illetve telepeje a művészeti iskolának. Ugye természetesen az oktatás természetéből eredően minden oktatási intézményünkben oktatnak, de vannak olyan tanszakok, amelyek megfelelő helyen kell, hogy legyenek, és nem lehet őket iskolába telepíteni. Tehát a reményeink szerint a következő tanévet már ezen az új telephelyen fogják kezdeni. Én azt hiszem, hogy ez most egy olyan ígéret volt, amit valószínűleg számon fognak rajtam kérni, de én igyekszem ezt majd betartani. És akkor engedjék meg, hogy még egy személyes köszönetet is mondjak. Itt van körünkben akkori polgármester úr, Palovics Lajos, aki szintén nyitott volt erre, és ő is akkor neki is hadd köszönjem meg, hogy segítette ennek az iskolának az elindulása. Más feladatom nincs, mint hogy újra megköszönjem ezt a munkát, amit eddig végeztem.
és sok sikert és fejlődést kívánjak a következő években. És hadd szólítsam a színpadra igazgató asszonyt, Bojkiné Kálló Esztert. Tisztelt vendégeink, tisztelt szülők, kedves kollégáim, kedves gyerekek, kedves ünneplő közönség! Szeretettel köszöntöm mindnyájukat ezen a jeles napon. Megható látni, hogy így tele van a terem, különösen az előző évek után, amikor igen ínségesen tarthattunk, illetve főleg nem tarthattunk semmilyen rendezvényt. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm városunk polgármesterét, Tarjáni Istvánt, az Érdi Tankerületi Központ nyugalmazott tankerületi asszonyát, igazgatóasszonyát, Sárközi Mártát, szakmai vezetőjét, Dudás Gábort, Biatorbágy nyugalmazott polgármesterét, Palovics Lajost, iskolánk alapító igazgatóját, Bojki Esztert, névadónk a zeneszerző karnagy Pászti Miklós lányát és férjét, dr. Barócsiné Pászti Nórát és Barócsi Zoltánt. 30. Mekkora mennyiséget fejez ki? Milyen jelentést, milyen tartalmat hordoz ez a már leírva és gömbölyödve kerekedő, tekintélyt parancsoló szám? 30 perc, az egy órának a fele. 30 napos, egy átlagos hónap. 30 gyerek az egy nagy létszámú általános iskolai osztály. 30 forint volt gyerekkoromban a Szegeden a buszbérlet. 30 cent is az iskolai egyenes vonalzó. 30 az gombócból is sok, azt szokták mondani. De tovább megyek. Mit jelent akkor 30 év? Tovább folytatva a számolást. 360 hónapot. 10.950 napot, 262.800 órát. Na és akkor mi van? Mondhatjátok. És igazatok van. Szorozni azt mindenki tud. Látjuk, hogy minél kisebb egységekre váltjuk át, annál nagyobb számokat kapunk eredményül. Hozzuk egy kicsit közelebb hozzánk. Nézzük meg, mit jelent 30 év a számok tükrében a Pászti Miklós alapfokú művészeti iskolában. 30 év alatt legóvatosabb becslésünk és hosszas számolgatásaink alapján közel 3000 tanulót oktattunk itt a Pémamiban, 10.000-nyi zenei, képzőművészeti és néptánc órán. Képzős növendékeink felhasználtak és megformáltak körülbelül 200 kiló agyagot. Ha néptáncosaink viseleteitnek anyagát szőnyekként leterítenénk, átérnénk rajta egyekig. Zenét tanuló növendékeink leütöttek, fújtak, húztak, vontak több milliónyi hangot, és akkor még az előbb felcsendülő zenéknek a hangjait nem is adtam hozzá. Ez azért már valami, nem? Igencsak tekintélyt parancsoló számok, amelyekből arra következtetek, hogy Biatorbágyon háromféle gyerek él. Aki járt, aki jár, vagy aki járni fog a Biatorbágyi Pászti Miklós alapfokú művészeti iskolába. És ezek csak a számok. Önmagukon kívül nem hordoznak jelentéstartalmat, hiszen nem társul hozzájuk érzelem, nem tudják kifejezni a gyerekek, tanárok, szülők közös munkájának folyamatást és dinamikáját, a fellépések, próbák, vizsgák, az órák, húzd meg, erezd meg feszültségét, és az azt követő katarzist. A csetlőbotló kezdő arcán felragyogó boldog mosolyt az első fellépés, koncert, vagy jól sikerült alkotás után. Pedig a lényeg éppen ez. Ezek a számok mögött megbújó folyamatok, történetek, események. Ezek töltik meg tartalommal az adatokat, ezek adnak valódi jelentést a statisztikának. Miről beszél nekünk ez a 30 év? Nekem arról, hogy falak nélkül, búvópatakként minden pici helyet kihasználva és szelíden, de határozottan képviselve intézményi identitásunkat,
Meghatározó szereplője lettünk Biatorbágyváros oktatási és kulturális életének, és résztvevői az itt élő családok életének. Szimbolikus ez a látszólagos elrejtettség, hiszen a Biblia óta tudjuk, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból indul ki minden élet. És a szív láthatatlan. Láthatatlan, mégis mindenki tud róla, hogy van neki, mert érzi dobogni. Nekem, főmamiként, ezt jelenti a pémami. Biatorbágy szívét, ami 3 évtizedet dobog és lüktet a gyerekekért, a közösségért, a városért. Akinek csak kalapácsa van, az mindenhol szöget lát, tartja a közmondás. Aki viszont a számítógép vagy az okostelefon billentyűzete helyett a hangszerét simogatja, vagy ecsetet ragadva, karaktercipőt húzva a lábára beiratkozik iskolánkba, majd hosszú éveket tölt el művészeti iskolai foglalkozásokon, az felnőttként is érzékeny, a gyermeki rácsodálkozás befelé figyelés képességeinek boldog birtokosa lesz akkor is, ha kezében nem hangszert, ecsetet tart majd, hanem szikét, fázisceruzát, fakanalat vagy vonalzót. Ez az árszpoétikánk. Ennek szolgálatában éltük ezt a 30 évet, és e szerint tervezzük a folytatást is. Isten éltessen, pémami! Az ünnep a múlt és a jövő meccéspontja. Ilyenkor soha nem csak mi, az itt megjelentek vagyunk jelen, hanem velünk vannak láthatóan vagy láthatatlanul azok is, akiknek valaha, valamiért fontos volt az ünnepelt, akik a jelenben vagy a múltban tettek azért, hogy most itt állhatunk és ünnepelhetünk. A pémami történetében is vannak ilyen meghatározó emberek, intézmények, akiknek szeretnék most köszönetet mondani. Először a szintén szülinapos társbérlőnk, a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ leánykori nevén Faluház vezetőjét és helyettesét szeretném a színpadra szólítani, Szádvári Marit és Fülöp Melindát. Nagyon szépen köszönjük ezt a 30 évet nektek. Tudjuk, hogy nektek nehezebb volt, mint nekünk, de hogyha azt mondjuk, hogy a... hogy a mondás úgy szól, hogy rossz szomszédság török átok, akkor a jó szomszédság az meg magyar áldás. Tehát, hogy... Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nektek, mindent mindig megoldotok, pedig nagyon tudom, hogy nagyon sok nehézséget okozunk nektek, de azért azt remélem, hogy örömet is ebben a 3 évtizedben. Köszönjük nektek, és kívánunk nektek is nagyon boldog születésnapot! Kedves pémami, kedves főmami, a kis ajándékunk, a díszletünk mellé, mert hogy anélkül, ahogy mondtad is, mi házigazdák vagyunk sok mindenben, úgyhogy hoztunk egy kis díszletet. Van, ami megehető, van, ami gyönyörködhető. Nem gondoltuk, hogy most itt felszállunk vele, viszont az álmaitok azok szálljanak és valósuljanak meg. És az idézet sem maradjon el, amit tőlem megszoktatok. Harry Fordtól hoztam egyet. Az összefogás kezdet, az összetartás haladás, a közös munka siker. Én azt gondolom, hogy ezt mindegyiket megéltük együtt is, és természetesen mi is örülünk az örömötökkel, hogyha netán külön és együtt fogjuk ugyanezt megélni. Még egyszer gratulálunk. Legjobb lenne most így közösen elröpülni a lufikkal. De nem, hanem folytatjuk a köszönetek sorát.
Szeretném valamennyi telephelyünk igazgatójának és helyettesének megköszönni ugyanígy ezt a sok évtizedes együttélést. Én úgy látom, hogy Zsuzsa, te vagy itt, akit így a sorok között látok. Kérlek szépen, hogy hadd adjak neked is egy... De közben, amíg feljön Zsuzsa a színpadra, hogy ezt odaadhassam neki, felsorolom. Cifra Zsuzsa, Bunt Erzsébet és Jánosi Attila, a Biatorbágyi Általános Iskolának a vezetősége, Horgos Vilmos és Török Tamás, a Biatorbágyi Református Általános Iskola vezetői, Gál Edit és Kőrösi Katalin, a Cuczor Gergely Katolikus Általános Iskola vezetői, Rákné Ibolya és Farkas Lilla, a Ricsman Pál német nemzetiségi általános iskola vezetői, Fenyvesi Zsolt pedig a Bocskai Pátyi Bocskai általános iskola igazgatója. Zsolt, még itt vagy? Akkor kérlek szépen, hogy gyertek föl mindketten a színpadra. És nagyon szépen köszönjük nektek a velünk töltött éveket, és kívánjuk neked a boldog új tanévet, és a velünk töltött jó viszony folytatását. Igen, köszönöm szépen. Pásztin Nóra, Barócsiné Pásztin Nóra és dr. Barócsi Zoltán a Pásztin Miklós Alapítvány alapítói, és nem csak az alapítvány alapítói, hanem neki köszönhetjük a nevünket, a Pásztin Miklós zeneszerző karnagy nevét, a ti kezdeményezésetekre vette föl az iskola, ha én jól tudom a történetet. Nagyon szépen köszönjük nektek ezt is, a nevünket, és a velünk töltött sok évtizedet, a rengeteg segítséget, az alapított díjat, a mellettünk állásotokat, és azt is, hogy most is eljöttetek azért, hogy együtt ünnepeljünk. Köszönjük szépen, és kérlek szépen, hogy ha vegyétek át tőlünk ezt a kis apróságot. Amikor az iskola 1992-ben elindult, hát akkor annak voltak előzményei, tehát volt egy megálmodója és volt egy alapítója az iskolánknak, aki megálmodta azt, hogy Biatorbágynak legyen saját művészeti iskolája, az dr. Palovics Lajos volt, a Biatorbágy akkori polgármestere. Hogyha gondolod, téged is szívesen köszöntünk itt a színpadon, de különben oda is visszük neked ezt a kis jelképes ajándékot. Bojki Eszter pedig, mint alapító igazgató ül itt az első sorban. Vele majd a koncert végén külön kis beszélgetés lesz, úgyhogy őt most nem fárasztom azzal, hogy külön még egyszer följön a színpadra. Minden esetre szeretném, hogyha egy nagy tapsot kapna ő ezért a... Folytatva az igazgatók sorát, 2007-től 2017-ig Korbuly Klára volt az iskolának az igazgatója, jelenleg helyettese, címzetes igazgatóasszony, aki sajnálatosan azért nem lehet most közöttünk, mert egy rossz mozdulatot tett otthon, és elszakadt a boka szalagja, és gipszben fekszik otthon. Mélységesen fájlalja, hogy nem lehet köztünk, és mi is nagyon fájlaljuk, nagyon hiányzik Klári. Azt szeretném kérni, hogy mégis egy hangos tapsot küldjünk neki erősítésül a Tulipán utca.
Drága Klári, nagyon hiányzol most. Tarjáni István polgármester úr, akire mindig számíthatunk, addig is számíthatunk, amíg ők voltak a művészeti iskola fenntartói, és még nagyobb értékkel bír, hogy azóta is ez így van, hogy nagyon jó a kapcsolat, hogy téged bármikor fölhívhatunk, hogy mindenben hozzád fordulhatunk, hogy soha nem utasítottál el még minket, hogy szerepelünk a terveidben, így a városéban is, hogy most is kaptunk egy ígéretet, egy komoly ígéretet, és mindig a körülmények változtak, amikor másfelé fordult az élet. Nagyon nagyra értékeljük, hogy a város és személyesen te így ilyen minden módon megnyilvánulóan támogatsz minket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Isten éltesse még egyszer a művészeti iskolánkat. Az ajándékomat kinn az asztalon helyeztem el. Összefüggésben van a 30-al valamilyen módon. Nagyon szépen köszönjük. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, szeretném köszönteni Sárközi Márta nyugalmazott tankerületű igazgatóasszonyt, az Érdi Tankerületi Központ nyugalmazott igazgatóasszonyát, akitől szintén nem csak szavakban kaptunk megerősítést avval kapcsolatban, hogy fontos a művészeti iskola, hiszen az általad alapított Aranycsengő díjat is a mi pedagógusunk kapta meg először, az első között, és mindig szeretettel és törődéssel gondoltál nem csak ránk, hanem a tankerület valamennyi igazgató művészeti iskolájára. Köszönjük ezt neked! Gondoltam, hogy úgy köszöntök, hogy kedves igazgatóasszony, de úgy gondolom, hogy kedves főmami, kedves polgármester úr, kedves vendégek, elsősorban kedves gyerekek, nagyon nagy örömmel készültem erre a mai napra, és tényleg nagyon köszönöm, hogy meghívást kaptam erre a rendezvényre. Igazgatóasszony a 30-as számot kezdte el bogarászni, na hát én egy ember életében néztem ezt a 30-as számot, amikor az ember 30 éves lesz, akkor tulajdonképpen elkezdődik a felnőtt élete, hiszen már addigra elvégezte a tanulmányait, saját lábára tud állni, kitűzi a célokat, és a mentén halad. Szerintem így történik ez majd a P-mami életében is, hiszen eddig hatalmas nagy eredményekkel eljutottak pontosan a 30-ig. Az is közben eszembe jutott, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Ha művészeti iskolákra és a P-mamira gondolok, akkor azt mondom, hogy művészetek nélkül lehet élni, de nem érdemes, mint ahogy ezt láttuk is itt eddig a gyerekek műsorában. És köszönet azért, hogy nem tud élni Biatorbágy művészetek nélkül, elsősorban az önkormányzatnak, az alapító önkormányzatnak és a jelenlegi önkormányzatnak is. Köszönet a többi iskolának is, akik befogadják a pásztét. Köszönet a gyerekeknek, akik ide járnak, és akik az eredményeikkel mindig bizonyítják, hogy ezt érdemes csinálni. A szülőknek, és nem utolsó sorban a pedagógusoknak, akik nem csak az elmúlt 2 évben éltek nehézségeket itt, hanem az elmúlt 30 évben is. Polgármester úrtól hallottunk egy nagyon biztató ígéretet, a pászti pedagógusaira pedig nagyon jellemző Dobó Istvánnak a mondása, hogy a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Itt valamennyi pedagógus védő volt, és köszönöm nekik, hogy védték ezt az iskolát, jó eredményeket értek el az iskolával, és a művészeti oktatásban, a tehetségek kiválasztásában nagy-nagy szerepet töltöttek be a város életében. Hoztam nektek egy köszöntőt most, így, a 30-ra, mégpedig Garai Lászlónak egy versét. Adjon Isten egészséget, kenyeret, bort, tehetséget.
tiszta szívet, éles elmét, hitet adjon, jó szerencsét. Adjon Isten boldogságot, szeretetet, bátorságot, és elviselni a jövőt, mosolyt adjon, nagy erőt. Adjon Isten hű családot, ne túl sok, de jó barátot, önzetlen és szép szerelmet, és adjon hozzá békességet. Isten éltessen, boldog születésnapot, Pémami! Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen! Mindenkinek nagyon köszönöm, és a köszönetek után ismét átadom a szót az Estházi asszonyának, akinek szintén óriási köszönet nem csak a mai estéért, hanem azért is, hogy számtalanszor lehetőséget adott nekünk, ahogy ő maga is elmondta az elején, arra, hogy Biatorbágy határain túlra is elvihessük iskolánk, városunk jó hírét. Minden iskola nagyon büszke az úgynevezett öreg diákjaira, de az öreg diák természetesen nem az életkorra utal, hanem olyan fiatalokra, akik egykor ennek az intézménynek kereteiben kezdték a zenei tanulmányaikat, ismerkedtek a hangszereikkel, de mostanra már vagy máshol tanulnak, vagy máshol folytatják zenei pályájukat. Hát ilyen volt növendékek látogattak el erre a mai délutánra, kora estére, és két gyönyörű produkciót hallunk tőlük. Elsőként Georg Friedrich Händel B-dur koncertójának részlete szólal meg, amit a zeneszerző eredetileg a fuvola kistestvérére, a Piccolóra írt. De én mindig nagyon örülök, amikor megjelenik koncerteken úgynevezett komoly hangszerként egy bizonyos kis instrumentum. Ugye mindenki számára, vagy majdnem mindenki számára, majdnem egyértelmű, hogyha egy kisgyermek elindul a zeneiskolába, akkor vagy hegedülni kezd, esetleg zongorázni, de nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát kezdjük el a furujával, aztán játszom egy-két évig, és utána majd találok magamnak valami komoly hangszert. És szegény furuja ezzel bizony elég komolytalanná vált az évtizedek során. Pedig hát nagyon sokan vannak, akik a furuját rendkívül magas színvonalon valódi hivatásként művelik. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most egy ilyen ifjú hölgyet köszönhetünk a színpadon, aki bizony úgy döntött, hogy a furuja elég komoly hangszer, és majd meghallják, hogy tényleg az messze nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. És érdemes arra, hogy hosszú távon is ezzel foglalkozzon, és ne akarjon feltétlen egy másik, leginkább fúvós hangszert választani. Szóval Händel B-dur Piccolo koncertójának első tételét hallgassuk ezúttal egy egészen aprócska, úgynevezett sopranino, szoprán furuján, amelyen Gál Zsófia játszik, ő ma a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója, és ezen a mai délutánon Zsófia mellett Pál Anikó zongorázik. Thank you.
Egy zongorán van 88 billentyű, úgyhogy két ember szépen meg tudja osztani 44-44-re, ha éppen úgy akarja, de mindenféleképpen bőven elfér négy kéz egy hangszeren. Ezt hívják ugye négykezesnek. Rengeteg zeneszerző írt négykezest, már csak azért is, mert ilyenkor ugye sokkal szabadabban használhatják a fantáziájukat, hogyha nem kell a két kéznél megállni. Bár ismerünk olyan zongoraművészeket, elég csak Cifra Györgyre gondolni, akiről maga a nagy zongoraművész karmester Vásári Tamás fiatal korában, amikor kívülről hallotta ugye a kávézóban zongorázó Cifrát, és még nem tudta, hogy ki játszik ott. Egyszerűen nem hitte el, amikor azt mondták, hogy 100 zongorista ül a teremben, mert olyan volt, mintha legalább két ember játszana a hangszeren. No de most tényleg négykezest és eredetileg négykezesre írt zenemű részletét hallgatjuk. Ez pedig Claude Debussy kis szvitje lesz, amelynek negyedik balettétele szólal meg. Vizi Dávid és Vizi István zongorázik, velük egy picit később majd beszélgetünk is, de annyit azért már most érdemes tudni róluk. Dávid orgona szakon végzett a Zeneakadémián, István pedig karvezetés szakon tanul. De most mindketten zongoráznak, hallgassuk Debussy zenéjét. Thank you.
Gál Zsófia, aztán pedig Vizi Dávid és Vizi István, ők voltak az öreg diákok, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták egykori iskolájuk meghívását. Most pedig visszatérünk a jelenlegi növendékekhez és tanárokhoz, és az Igali Csigás utca címmel dunántúli pásztornóták gyűjteményét hallgatjuk, és ezzel voltaképpen megidézzük a névadó zeneszerző karnagyot, Pászti Miklóst is, hiszen a dalcsokor az ő gyűjtéséből származik. Nem sokára színpadra lép egy pici pakolás után a Zengődeszka Citera zenekar, amelyet Frank Bálint, Varga Lelkes Flóra, Méringer Dóra, Horváth Dömöcsök Anna és Katona Luisa alkot, és mellettük a népi énektanszak növendékeiből és tanáraiból alakult kórust halljuk, Bakondi Borbála, Kőrösi Tóth Emese, Marincsák Lelle, Sági Lili, Tölgyesi Abigél, Váci Lizett, Váci Luca, Zentai Panna és a tanáraik Küllő Attila és Bojki Sára énekel. Még néhány másodperc, és érkeznek tehát a citerások és az énekesek dunántúli pásztornótákkal.
az eddigiekhez hasonló, meg még egy kicsit erősebb biztató tapsokat szeretnénk kérni a következő két csoportnak, ők a Barackmag és a Tökmag csoport. Megmondom, hogy miért. Ők azok a fiatalok, akik itt végigülték a koncertnek az eddigi részét, nagyon helyesen és lelkesen megmondták számomra ugye a választ, a diótörőt mindannyian tudták, de hát itt ültek végig, és talán ők izgulnak a legjobban. Mert amikor ők elkezdték a zenetanulást az előző két évben, akkor rögtön azzal kezdték, hogy nem léphettek színpadra. Úgyhogy sokan közülük most először viselnek népviseletet, és most először életükben lépnek előadáson színpadra. Úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy gyönyörű produkciót nyújtanak, de még lelkesebbek lesznek, hogyha önök is igazán bátorítják őket. Úgyhogy következzenek Bodrog közi táncok a Barackmag és Tökmag csoport előadásában a két kis csoport tanára Strakor Solya és Molnár Bálint, és természetesen Csernó Klára és zenekara kísér, most már mutassuk is be őket, Csernó Klára hegedül, Könczei Balázs brácsán, Pandák Viktor bőgön játszik. Thank you.
savukat, illetve tapsukat ne feledjék, mert azért jöttem most, hogy még egy extra tapsot kérjek majd önöktől. Nagyon jól csinálják, úgyhogy érdemes minél többször meghallgatni. A fiatal ember, aki itt a végén ezt a zseniális szólót bemutatta, Zsáki Dániel volt, ugye őt az előadás elején is láttuk már táncolni, és most neki... Meg is jöttél? Neki jár egy külön taps, mert így is jó, de elmondanám, hogy miért kapja a táncot, vagy a tapsot. Nem baj, még egyszer kihívjuk. Szóval azért kapja a tapsot, mert nagyjából egy hónappal ezelőtt az országos szóló táncversenyen aranypaszomántos táncos díjban részesült. Az pedig egyáltalán nem véletlen, hogy éppen most láttuk ezt a gyönyörű táncos koreográfiát, Pászti Miklós gyűjtését, mert most következik a Pászti díjak átadása. Talán önök közül sokan olvasták már, vagy ha eddig még nem, akkor majd most elolvassák Pászti Miklós életrajzát, akár az iskola honlapján. Nagyon-nagyon sok fontos tevékenységet lehetne felsorolni az ő életművéből, de egyet talán emeljünk ki, hogy tényleg tudjuk, hogy milyen nagyszerű emberről volt szó. Pászti Miklós alapította 1986-ban az akkor magyar állami énekkarként szereplő együttest. Ez a kórus akkor még ugye amatőrökből formálódott, és Pászti Miklósnak volt köszönhető, hogy egy olyan kórussá, olyan professzionális kórussá nevelte az együttest, amely aztán nagy oratóriumok előadásában is részt vehetett. És a kórusról nem kell múlt időben beszélnünk, hiszen a mai napig létezik, csak más a neve. Most úgy hívják Nemzeti Énekkar, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar mellett ugye a MÜPA-ban lakik ez a kórus, és azóta is az ország egyik vezető énekegyüttese. Engedjék meg, hogy most színpadra kérjem dr. Barócsiné Pászti Nórát, Pászti Miklós kóruskarnagy zeneszerző lányát, a Pászti Miklós Alapítvány alapítóját és a díj alapítóját, adja át az elismeréseket és a laudációkat is ő mondja el. Nagy szeretettel köszöntöm önöket. 2 évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, sajnos. Minnyájunkat megviselt ez a 2 év. Különös tekintettel úgy gondolom, hogy az iskolákat, a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket, a családokat. Az, hogy a PMAMI ez alatt az idő alatt is ilyen hihetetlen módon tudott működni, azt hiszem, hogy az bizonyítja, hogy itt egy fantasztikus társaság dolgozik együtt, egymásért. És ez óriási dolog, hiszen úgy veszem észre, hogy valahogy úgy föntről esnek a díjak. Minden hónapra jut számtalan, a gyerekek hozzák az okleveleket, az első díjakat, a tanárok, hogy említsem Stark Orsolyát, aki 1 évvel ezelőtt komoly táncházdíjat nyert, vagy ha jól tudom, Kovács Gábor Nimrod, Norbert, bocsánat, aki pedig junior prima díjat hozott. Hát ez hihetetlen dolog, úgyhogy én rettenetesen büszke vagyok, hogy ez az iskola, amelyik szerintem Magyarország legjobb művészeti iskolái közé tartozik, az édesapám nevét viseli, és boldog születésnapot kívánok, remélem 30 év múlva találkozunk. És mielőtt még a laudációkat felolvasnám, szeretném elmondani, hogy az alapítványunk egy kicsit fiatalabb, mint az iskola, 29 éves, és 17 évvel ezelőtt döntött úgy a kuratórium, hogy megalapítja a Pászti díjat. Nagyon érdekes volt szembesülnöm az előbb Vitézi Dáviddal, neki ugyanis az 5. alkalommal adtunk át Pászti díjat, ez 11 évvel ezelőtt volt, és ő még nagyon kisfiú volt, és látni olyan komoly felnőtt, és itt játszik nekünk. És ez is egy borzasztó jó dolog, hogy milyen művészek kerülnek ki ebből az iskolából, úgyhogy ezt is csak én, mint Pászti Nóra is nagyon szépen köszönöm. Nagyon nehéz helyzetben volt idén is a kuratórium,
nagyon sokat tanakodtak, hogy kinek is adják át a díjat. Úgyhogy szeretném felolvasni, hogy az első díjat Hajtó Gertrúd cselló tanárnő kapja. Legyen olyan kedves, fáradjon fel a színpadra. Felolvasnám a laudációt akkor, még mielőtt hívnám a második díjazottakat, az még legyen meglepetés. Hajtó Gertrúd 2009 óta tanít a Biatorvágyi Pásztí Miklós AMI-ban. Cselló és szolfés tanárként gyerekek sokaságával ismertette meg a zene lelket átformáló és megtartó erejét. A zenélés nem magányos időtöltés Gerti néni növendékei számára, hiszen kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek rendszeresen muzsikáljanak közösen is. Zenei élmények mellett olyan emberi értékekben is gazdagítja ezáltal növendékeit, mint az egymásra figyelés, együttműködés, kíváncsiság és alázat. Szolfés óráira is az élményszerűség jellemző, az elméletet az együttzenélés gyakorlata eleveníti meg. Gerti mindenkit képes bevonni a közösségbe, és maga is szerves részt vállal benne, tanári hangversenyek fellépőjeként, a cselló együttes alapítójaként és tagjaként jó példával előjárva inspirálja tanítványait. Energiái kiapadhatatlanok, nem fogy ki az ötletekből, dallal, szóval, kézműveskedéssel, jó vastagon mézezi a madzagot, hogy a gyerekek számára így tegye vonzóvá és élményszerűvé a művészeti iskolai éveket. Tanítványaival hamar hangot talál. Humora, közvetlensége alapozza meg növendékeivel ápolt jó kapcsolatát. Ennek gyümölcse az a ragaszkodás, amivel a gyerekek viseltetnek iránta. A legrégebb idő óta PMAMIS diákok közül jelenleg többen is az ő tanszakára járnak. Köszönjük Gertinek álhatatos munkáját, és szeretettel kívánunk neki sok örömet benne a továbbiakra is. Szeretném átadni, sok szeretettel fogadja tőlünk, és akkor parancsoljon. Kedves közönség, rövid leszek, de ez most csőbehúzás volt, ugyanis az egészről nem tudtam. Azt hittem, hogy nekem csak most az lesz a dolgom, hogy jönnek a növendékeim, gyorsan hangoljam be a hangszereket, vagy a szőnyegeket fölhozni, lehozni, és az egészről nem tudtam semmit, mert hát most is kint a gyerekek azért zajonganak, mert nem tudnak nagyon csöndbe várakozni, ez természetes, és semmit nem hallottam. Nem értettem, miért kell följönni, úgyhogy... Azért mondom, hogy csőbehúzás volt. Szóval az egy mondat, amit szeretnék mondani, hogy az életem értelme pedagógiai téren tényleg az, hogy érdemes fölkelni minden reggel, mert akiket meglátok, kicsiktől fogva nagyokig, mert fogják látni még a koncert végén, hogy vannak már egyetemista növendékeim is, hogy őket is ilyen kicsikén kezdtem, és akkor még a gyerekeimként, aztán belenőttek a barátnői korszakba, most még már fej-fej mellett vagyunk, sőt, van, aki már nálam is magasabb, pedig én is azért szép szál vagyok. És ez a szép élmény, ez az életem értelme, hogy ők az enyémek lehetnek, és érdemes volt megszületnem, nekik is érdemes volt megszületni, úgy mondtam is nekik, hogyha rossz fát tesznek a tűzre, bár nem fordul elő, mert annyira jó gyerekek, a kicsik is, meg a nagyok is, nyugodtan jöhetnek hozzánk, mert van néhány sátrunk, úgyhogy akkor lehet hozzánk küldeni, hogyha már otthon elegük van belőlük. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő díjat, és az igazgatóság részére pedig írgumborulom, mert csőbehúzás volt az egész, ezt úgy megszervezték, hogy semmit nem éreztem belőle. Viszontlátásra mindenkinek! Na de akkor most jöjjenek a gyerekek. 1, 2, 3, mint 2019-ben érdekes, akkor is 3 testvér állt itt a színpadon mellettem, és én ennek rettenetesen örülök, mert egy családról van szó, az Ágoston testvérek. Ágoston,
Teréz, Pál és Erzsébet. Sziasztok! Nem osszátok meg, mert nektek is van egy nagyon szép laudáció. Ágoston Terka, Palkó és Erzsi intézményünk leghűségesebb növendékei közé tartoznak. Mindhármuk életének hosszú ideje része a zenetanulás, Palkó még óvodásként kezdett zenélni, Terka pedig érettségi után sem búcsúzott el a pémamitól. Különböző hangszereken próbálták ki magukat. Terka a cselló mellett gitáron, Palkó ütőhangszereken, majd zongorán. Erzsi pedig furulja után zongorán tanul. Széleskörű érdeklődésük a műfajok terén is megnyilvánul. A klasszikus zene mellett a magyar néphagyománnyal, tánccal és zenével is foglalkoznak. Az emberi értékekhez való ragaszkodás és az összetartás az Ágoston testvérek családi öröksége, amit a zenetanulásban és a Pémamis közösségben egyaránt kamatoztatnak. Érdeklődésük és elkötelezettségük gyümölcse a művészeti tárgyakban történő előrehaladás. Nem csak tanáraiknak, Hajtó Gertrudnak, Hajné Krasznai Melindának, Korbuj Klárának és Trak Orsolyának nagy öröm végig kísérni felnőtti válásuk útját, az egész művészeti iskola számára nagyon értékes jelenlétük. A kortársak között biztos pont, a kicsik előtt pedig lelkesítő példa. Iskolánk büszkeségei ők, gyerekek, akik hosszú évek óta gimnazistaként, érettségizőként, sőt, Terka még azt követően is, hűségesen és kitartóan járnak a Pémamiba, mindig számíthatunk rájuk, és bár hivatásul egyikük sem a zenei pályát választotta, mégis hajlandóak időt szánni a gyakorlásra, próbára járásra, áldozatot hozni a művészeti iskolai tanulmányaikért, így szervezve örömet nem csak maguknak, egymásnak, és szüleiknek, de egész iskolánknak is. Reméljük, még sokáig tudhatjuk növendékeink sorában Terkát, Palkót és Erzsit, és kívánjuk, hogy az a gazdagság, amit a művészetek által nyertek és nyernek, sokat kamatozzon egész életükben mindannyiunk javára. Szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok! Még egy picit maradunk a beszélgetésnél, ugye említettem már, amikor Vizi Dávidot és Vizi Istvánt hallgattuk Debussy zenéjével, hogy velük egy picit később beszélgetünk is, hát ez most lesz. Úgyhogy köszöntsük őket ismét egy tapssal. Zongoristaként kezdték itt az iskolában, és aztán, ahogy mondtam, Dávid orgona szakon végzett a Zeneakadémián, István pedig karvezetés szakon tanul. Mindkettőhöz fontos és hasznos volt a zongora néhány év. Hány évesen kezdtétek itt, a Viatorbágyi iskolában a zenei tanulmányokat, és mi az első emlék, ami, ha visszagondoltok ezekre az évekre, megjelenik a szemetek előtt? Én nem így kezdtem a tanulmányaimat, én 9 évesen kerültem ide először, és az első emlékem a Torbágyi iskolából van, amikor találkoztam a tanárommal, Vadász Zsia tanárnővel. Érdekes élmény volt, nagyon tetszett az a pianino, amit aztán később rájöttem, hogy mégsem annyira jó, de akkor az volt az érzésem, hogy egy fantasztikus jó hangszer van a kezem alatt, és ott meghallgatott engem, meghallgatott, hogy játszom, meghallgatott, hogy harmonizálok egy dallamot, tehát nagyon érdekes meghallgatás volt. És tulajdonképpen az volt az első alkalom, és még akkor ez egy nyári alkalma volt, és még nyáron adott nekem órákat, és csak úgy kezdtem a tanévet szeptemberben, tehát már nyáron beindultak a tanulmányaim. És miért vesztette el a szépségét a csembaló, vagy de hogy a csembaló a pianino idővel? Mert itt konkrétan az a hangszer, ami ott volt, hát rájöttem a hiányosságaira, illetve sokkal jobb hangszereket láttam már itt a faluházban, amikor bejöttünk.
Hát nekem az első emlékeim az igazából így tegnap este nagyon beugrottak, amikor eljöhettünk ide próbálni ebbe a terembe, és beugrottak az első zongoraórák, amiket szintén Vadász Zsuzsa nénivel átélhettünk itt, és nagyon nagy dolog volt, hogy rendszeresen hetente járhatunk erre a zongorára gyakorolni, úgyhogy most ez az emlék, ami elsőként beugrik. És aztán ugye a zeneakadémia felé tartott az utatok. Hogyan lett belőle orgona, és hogyan lett belőle karvezetés? Hát igen, az orgona az kiskorom óta érdekelt, és már amikor ide jártam, akkor egy ideig még a zongora úgy nagyon tetszett, de idővel elkezdett egyre inkább az orgona visszatérni a kiskorban elindult mondjuk terveim, és már úgy zongoratanulmányom alatt is szívesebben hallgatom orgonazenét, és amikor a konzervatóriumban Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába felvételiztem, akkor ott volt lehetőség orgonaszakra, és az nagyon, nagyon örültem annak, és örömmel elkezdtem az orgonát. Hát én pedig a konziba zongoristaként voltam, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy zongoristákban nagyon sok van, és nehéz fennmaradni jó zongoristáknak, tehát a 50-ből, ha 3, akkor azzal is sokat mondok szerintem, és ez az a szakterület, ahol lehet felnőttekkel is dolgozni, és lehet több emberrel foglalkozni, és nagyon szeretem a kórus zenét, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem a tanulmányokat most is. Én még zeneakadémista életkorban is találkoztam olyan fiatalokkal, akik azt mondták, hogy hát még mindig nem 100%, hogy a zenei pályát választják, de azt hiszem, hogy ez nálatok nem kérdés. Így van? Hogyan képzelitek el a közel-távol jövőt? Mik az álmok? Hát én az orgonát azt továbbra is nagyon-nagyon szeretem csinálni. Ami nem szeretnék lenni, az ilyen nagy koncertező művész, tehát az nem lenne nagy kedvem, hogy utazgassak ide-oda. Mondjuk, amit a legszívesebben csinálnék, az a legnagyobb álmom talán az lenne, hogy egy olyan templomban elhelyezkedni, ahol van egy nagyon jó minőségű orgona, mondjuk legszívesebben egy késő romantikus kori orgonának örülnék, ahol vasárnapi istentiszteleteken ilyen nagyon jó minőségben lehetne a zenét felkészülni, és úgy a korálokat, meg az előjátékokat felvonultatni. Zeneiskolában tanítok, egyébként most azt továbbra is szívesen csinálnám, ami egy ilyen folyamatos munkát ad, és időnként egy-egy alkalommal nagyon szívesen veszem, amikor felkelnek egy-egy koncertre, és ez nekem így nagyjából ez így, amit legszívesebben csinálnék. Hát nekem a szakmában a kórusvezetés az nagyon szívesen, de a zeneelmélettanítás, szolfi zeneelmélettanítás is, illetve ami még nagyon elgondolkodtat a komoly zenei, illetve könnyűzenei koncertfelvételeknél a zenei rendezés, tehát a kamerák irányítása is ez a terület, ami még nagyon vonz engem. Rádióban, televízióban mindig szükség van szakemberekre, nagyon boldogan. És remélem, hogy akár itt a közönség körében is volt olyan, aki, ha meghallotta a vágyaitokat, esetleg tud segíteni. Minden esetre egy nagy tapssal mindezt a szépséget kívánjuk nektek. Köszönöm szépen! Valamit tudhat ez az iskola, hogyha Istvántól is azt halljuk, hogy szívesen lenne zeneelmélettanár. Mert minden tiszteletem azoké, az elmélettanároké, akik megszerettetik a szolfés szakot a diákokkal. Mert ugye valamilyen kis mumus van-e körül a szolfés körül. Vannak, akik nagyon szeretik, de többen vannak, akik nem annyira. Én is ide tartoztam, de ezt most csak úgy négy szem közt mondom. Szóval nehéz megszerettetni a szolfés tantárgyat a gyerekekkel, akinek sikerül, az viszont nagyon nagy élményeket szerezhet a fiataloknak. Miután most szolfés szakosok lépnek színpadra, én azt gondolom, hogy Juhász Balázs tanár úrnak ez mindenféleképpen sikerül. Szolfés és ütőszakos növendékeit látjuk, halljuk a következő percekben, és egy zseniális alkotást, Joe Buzelitz szolfés dalát mutatják meg nekünk. Mire.
Szerintem búcsúztassuk tapssal ezeket a gyerekeket. Olyan szomorú így. Főleg, mert még dolgoznak is, nem csak játszanak. Következik most ismét egy pici beszélgetés. Azt mondtam a tanár úrnak az előbb odakint, hogy mindjárt színpadra kérem. Ő meg rám nézett, azt mondta, miért mit csináljak a színpadon. És én egy pillanatra nagyon megijedtem, hogy ő nem tud róla. De aztán belenéztem a papírba, és Bojki Eszter is azt írta nekem, hogy hát elég jó humora van Köllő Attila tanár úrnak. Úgyhogy engem is rögtön átvert, és jól megijesztett. Köszöntsük a színpadon! És azt is mondta, hogy most biztos ennek a beszélgetésnek köszönhető, hogy végre nem ő a hopmester, amikor egy rendezvénye van az iskolának, de én úgy látom, hogy a szíve, lelke, motorja mindenféleképpen ennek az iskolának, ugye? Tehát ez a lelkesedés, amit a szemében látok, azért ez nyilván nem véletlen, és nem csak erre a délutára szól. Hát az az igazság, hogy én régi butor darab vagyok az iskolába. Ha jól számolom, akkor pont 30 éve itt dolgozom. Egy kicsit... Szűkösöm, mert szeptemberben lenne pont a 30 év, de azt nem tudom, hogy mikor telt el ez az idő. Mert én kezdtem tanítani a gyerekeket, és most már látom, hogy szép számmal jönnek a tanítványaim gyerekei. Úgyhogy csak így telik az idő, egy generációváltás. És ez milyen, amikor tulajdonképpen zenei unokákat kap az ember? Nagyon jó érzés, mert tudjuk, hogy hasznos a tevékenységünk. Nem egyedül vagyok, aki ezt csinálom, és azért mosolygunk mindig a nehézségek ellenére, mert öröm a gyerekekkel foglalkozni, átadni mindazt, amit nekünk a szakmabeliek megtanítottak, és reméljük, hogy érezzük, hogy a mi munkánk hasznos, és tovább viszik majd a gyerekek. Tanár úr, hogyan lehetett a 2 éves járványidőszakot a népzeneoktatásban, hát hogy mondjam, átvészelni? Mert bármilyen hangszeroktatásban borzasztó nehéz lehetett az online, na de hát csoportos énektanítás, csoportos hangszertanítás, az majd, hogy nem lehetetlen online, vagy legalábbis igencsak nehéz. Életem legborzasztóbb 2 éve, vagy másfél éve volt ez az időszak, mert hogyha tanítottunk Skype-on, telefonon, számítógép segítségével, akkor másfél perc után síró gyerekekkel találkoztunk, hogy én ezt nem tudom csinálni, ez nem megy, nincs, aki megsimogassa a fejét, nincs, aki megdicsérje akkor, ha jól csinálta, nincs, aki megdicsérje akkor, hogyha, vagy bíztassa, hogyha rosszul csinálta, de van lehetőség javítani, ez borzasztó. Aztán kezdtük a telefonos fölvételeket, és egymás küldtük a kis videóanyagokat, és sikerült azokat a nehézségeket is átugrani, hogy tanár bácsi, ez nekem nem megy. És egy hét múlva visszaküldte a videóanyagot, és bizony nagyon szép produkciók születtek. Persze nem úgy, ahogy mi lelkünk szerint csináltuk volna, de le a kalappal mindenki előtt, aki bátorkodott, hogy odaáll az anyukája, apukája elé, és eljátsza a telefonra azt a kis zeneművet, népzenét, énekel mellette, persze hamis citerával, mert volt olyan is, hogy a kerítésen keresztül beadták, fölhangoltam, visszaadtam, és így ment a citera hangulás. Azt mondta, hogy nem csak az iskola, hanem ön is a 3 évtizedet ünnepli ebben az évben. Mit kíván a következő 3 évtizedre? Én mindenkinek elsősorban jó egészséget, kitartást, és hadd szóljanak otthon a hangszerek, legyen útba, legyen egy kicsi rendetlenség a lakásba, hogy a gyerekek botoljanak bele a hangszereikbe, hiszen akkor talán többször kézbe veszik. Sokszor jó, hogyha a szülő már azzal jön, hogy jaj, megint hallom, megint cincog a hegedű, ez borzasztó. Hát ezt is meg kell szokni, de öröm ezt csinálni, és hadd csinálják sok évtizeden keresztül. Reméljük, hogy még lesz lehetőségünk hallani őket, látni őket, ahogy a következő generáció is felnő. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük. Így tovább.
Közben lassacskán elkészül a színpad a fúvós zenekarnak, és csupa olyan zenemű részletet hallunk, amelyek közül sok ismerős lesz megint csak. Tilman Szuzátó, ez a reneszánsz szerző talán a legkevésbé ismert, de azért ő is írt olyan darabokat, amelyet fúvós zenekarok nagyon gyakran játszanak. Három tánccal jelentkezik most Szuzátó, és őt követi Dmitri Sosztakovics a keringővel, ez a jazz suite részlete egyébként. És ha eddig nem lett volna ismerős dallam, akkor a harmadik biztosan az lesz. Itt a zeneszerző Deák Tamás, ő írta ugyanis a híres, a legelső nagy macskafogó rajzfilm zenéjét, és természetesen Lusta Dicknek azt a bizonyos híres szólóját halljuk, amelynek a végén ugye a vámpír denevérek mégsem szívták ki a vérét, hanem befogadták maguk közé. Lusta Dicket Gönczi Gyula tanár úr formálja meg legalábbis a trombitájával, és a fúvós zenekart Körömi Péter vezényli. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Thank you.
denevérek! Ha nem vigyázol, Gyula. Thank you.
Ez a darab, amit most itt örömmel hallottunk, ugye Magyarországon Sejhaj Rozi refrénnel ismerős, eredetileg egy cseh zeneszerző, Jaromír Vejvoda polkája, és az eredeti címe az, hogy Kár a szerelemért, de vannak továbbiak is, mert világszerte Rosamunde címmel terjedt el, és angol nyelvterületeken pedig Sörös Hordó polkának nevezik, lehet választani. Nem sokára véget ér ez a gyönyörű délután, de hátra van még egy beszélgetés, itt vannak hozzá a székek, hiszen valakit még nem kérdeztünk meg, pedig ő, ha valakinek, akkor neki rengeteg köze van ahhoz, hogy ez az ünnepség ma létrejöhetett. Ő pedig Bojki Eszter tanárnő, az iskola alapító igazgatója. Bojki Sárával együtt várjuk őt a színpadon, és a névazonosság nem véletlen, hiszen nagymamáról és unokáról van szó. Igen, szerintem is, kedves Eszter. Én azt hiszem, hogy egy ilyen intézményt megálmodni, nem is még megalapítani, de megálmodni, csak úgy lehet, hogyha az ember hosszú távban gondolkodik. De mégis, 3 évtizeddel ezelőtt gondolta, hogy lesz 30. születésnap? Csak reméltem. Hogyan indult ez a történet? Hát igazán úgy indult, hogy az 5 gyerekemet Budapestre kellett zeneiskolába hordani, mert itt a közel távolban nem volt zeneiskola, és az egy borzasztó nehéz időszak volt. És úgy szerettem volna, hogy sok gyerek tanulhasson zenét, akinek a szülei nem tudják vállalni, hogy Budapestre behordják, viszont azt tudtam és láttam, hogy óriási kincs van abban, hogy zenét tanulhatnak a gyerekek. Egész más lelkület, egész más belső, és mindenképpen ez nagyon, nagyon a szívemhez nőtt, hogy kellene. És hála Istennek, hogy volt egy polgármester, aki ezt nagyon-nagyon felkarolta és támogatta, és nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm neki, hogy ez létrejöhetett, mert én kevés voltam ehhez, hogy én kitaláltam, vagy álmodtam. Ehhez kellett valaki, aki mellé áll, meggyőzi a testületet, vagy legalábbis egy részét, hogy ez fontos, hogy ez szükséges, és így indult. De kellett hozzá egy közösség is, hogy aztán a lakók úgy döntsenek, hogy a gyermekeiket tényleg ide hozzák. Meg kellett egy tanári kar rögtön az elején, akik csábítják a fiatalokat az új iskolába. Ez hogyan alakult? Ez így volt, és ahogy a polgármester úr mondta az elején, hogy tulajdonképpen a polgármesteri hivatal befogadott minket addig, amíg szeptemberig elkészült ez az épület, felújították, hogy mi ide jöhessünk. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki naponta hallgatta 1 órától 6 óráig, hogy a kezdő gyerekek a billentyűkön keresgették a hangokat, és a sok kis előképzős gyerek énekelt, de nagyon hálás vagyok, hogy kitartottak május végéig, és aztán szeptemberben már jöhettünk ide, és voltak nagyon lelkes kollégák, akik mikor meghallották, hogy zeneiskola lesz, akkor hát természetesen az elején kevés hangszerrel tudtunk indulni, mert fokozatosan, lassan be kellett bizonyítanunk, hogy életképesek vagyunk, és hogy szükség van ránk. Úgyhogy 60 gyerekkel kezdtük februárban. Nem ez egy kevés, nagyon szép mennyiség. De szeptemberben már 130-an voltak, következő évben már 160-an, és aztán most pedig már megszámlálhatatlanul sokan vannak. És a kollégák, hát nem tudok csak szuperlatívuszokba beszélni, mert meg kellett érteni mindenkinek, hogy itt nem a zeneművészeti főiskolán vagyunk. Itt olyan kezdő gyerekeket tanítunk, akik talán sose hallottak olyan hangszert, amit éppen ők választottak. Ugye mindenki zongorázni akart, mert azt ismerte mindenki, de rögtön ugye a cselló, elindult a cselló tanszak, de hát ahhoz kellett egy olyan személyiség, aki elvarázsolja a gyerekeket, és hát volt a Káló Eszter, aki ezt megtette,
és utána ez a citera, magyar vagy a népzene tanszak, és aztán így sorozatosan mindig egy-egy hangszerrel, egy hangszercsoporttal több lett. És amíg én vezethettem az iskolát, az utolsó a hárfa volt, ami nem is gondoltam, hogy megvalósulhat, hogy hárfát is taníthassunk. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ehhez bármit is hozzátett, és támogatott minket, segített az alapítványnak, aki az első hangszerekben, hát elérhetetlen, számunkra elérhetetlennek voltak azok az összegek, amivel egy fúvós tanszakot el lehetett indítani, mert ugye ezt nem kívánhattuk, hogy a szülők most vegyenek trombitát, és akkor mi lesz? Vagy egy tubát, és nem fogja tudni a gyerek, szóval meg kellett venni, kellett, hogy legyen egy hangszerparkunk, és lett, és kaptunk sok támogatást önkormányzattól is, és hát most pedig csak csodálkozni tudok, hogy mivé lett, és nagyon hálás vagyok mind a két igazgatónőnek, Korbuly Klárának, aki sajnos most nincs itt, aki először tőlem átvette az intézmény vezetését, azután tőle pedig a Bojkinék álló Eszter, hogy töretlenül egyre magasabb színvonalon, ugye a lehetőségek is egyre jobbak lettek, anyagi lehetőségek is, és egyáltalán, hogy a nagy terem megépült, azelőtt az emeleten a nagy előtérben voltak a koncertek, és a Csiga lépcsőn ült a közönség, mert olyan sokan mindig eljöttek a szülők, nagyszülők, tehát volt közönség mindig. Most pedig itt ülhetünk, és van igazi zongora, nem úgy, mint amit István mondott, hogy a pianino. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek. És az milyen volt, amikor nem csak a fiai menye léptek az iskolába aktív muzsikusként, tanárként, hanem megjelent az első unoka, már nem tanulóként, hanem tanárként az intézményben, ugye Sári? Hát ez is nagyon nagy öröm volt, és büszkeség, bocsánat, de büszke vagyok. Igen, hogy sok-sok más növendékkel együtt, akik már azóta tanítanak, és az országon kívül is hírnevet szereztek az iskolánknak, és ott zenekarokba dolgoznak. De hogy itt a közelemben Sára is itt van, ez még nagyobb öröm. És Sára, neked milyen volt, amikor visszatértél az iskolába, tényleg már pedagógus kollégaként azokhoz, akiket egy kicsivel korábban még diákként figyeltél? Eleinte egy kicsit furcsa volt egyébként, hogy akkor most ők is úgy tekintenek rám, hogy ismernek születésemtől fogva gyakorlatilag. Én itt nőttem fel a zeneiskolában, mert nem csak zongorázni jártam, hanem képzőművészetre Lekes István tanár úrhoz néptáncolni is jártam, úgyhogy itt töltöttem a napjaimat gyakorlatilag. De nagyon nagy bizalommal voltak irántam. Azt éreztem, hogy akik korábban ugye, tanár-diák viszonyulásban voltak felé, mint diák felé, nagyon hamar kollégaként is maguk közé fogadtak, és ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Nekem nagyon jól esett már Dávid, Vizi Dávid beszélgetésében, meg az Istvánnal való beszélgetésben is, amikor Dávid azt mondta, hogy már tanít, és nagyon szereti a tanítás részt. Mert ezt is gyakran hallom fiatal muzsikusoktól, hogy csak azt ne. Te mégis igenis választottad az oktatást. Igen, sokadik generációs pedagógus vagyok, úgyhogy biztos, hogy van egy ilyen genetikus hajlamom, meg a családi példa is biztos, hogy rengeteget számít, de én nekem kezdettől ez egy ilyen célkitűzésem volt, hogy a színpad mellett a tanítás is az életem része legyen hosszú távon, úgyhogy most azt hiszem, hogy egy viszonylag élhető egyensúlyban van a dolog. És korábban is megkérdeztem már, ki mit kíván az iskolának a következő 30 esztendőre? Én olyan gyerekeket és olyan szülőket, olyan tanárokat és olyan intézményvezetőket, olyan tankerület igazgatókat és polgármestereket, amilyeneket eddig tapasztalhattunk. Hát én, mivel nagyon mélyen érint engem most ez a 30 év,
Én azt kívánom, hogy nem 30 év, akárhány év, amennyi csak lehet, de hogy ugyanilyen szeretettel és odaadással támogassák a szülők a gyerekeket abban, hogy ide járhassanak, hiszen rövid időn belül minden család érezheti a jótékony hatását a művészetoktatásnak bármelyik művészeti ágban, és kívánok ugyanilyen nagyon-nagyon sok jó tanár kollégát, mint akik most vannak, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy nem az lett, hogy lefelé ment, hanem mindig több, és mindig színvonalasabb, és ezért nagyon hálás vagyok, és ezt kívánom, hogy továbbra is maradjon ilyen tanári kar, és ilyen vezetés. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Elérkeztünk a fináléhoz, és én mindig minden koncerten, ahol járok, el szoktam mondani, hogy akkor szép egy koncert, hogyha zenével és tapssal ér véget. Úgyhogy én most minden fontosat elmondok még, amiről érdemes tudniuk. Ugye Sára itt már említette, hogy ő is a képzőművészet tanszéken is kezdte a tanulmányait. Hát ez a tanszék természetesen most is nem csak hogy létezik, hanem a mai délutánhoz is csatlakoztak a maguk csodás módján, kétféleképpen. Az egyik egy öreg diákhoz kapcsolódik, ő Tillinger Boldizsár, aki a képzőművészeti tanszék növendéke volt, és most egy gyönyörű tortát hozott, vagy tortákat hozott ajándékba, amit majd a koncert után az előtérben természetesen együtt szabad, sőt kötelező fogyasztani. És ugyanott az előtérben, ezen a kis utóünnepségen a képzőművészeti tanszék által készített ajándékot, plaketteket is átvehetnek majd. Ők így csatlakoznak ehhez a mai gyönyörű délutánhoz, kora estéhez. És természetesen, mivel zeneszerző is van a tantestületben, született egy olyan alkotás, amit eddig még biztos, hogy nem hallott senki, mert kifejezetten erre az alkalomra írta Stoller Xenia az ünnepi szvittjét, amely három tételes darab, és a harmadik tételhez még szöveget is írtak. Nem nehéz, én elolvastam, tehát akár kapásból is követheti majd a közönség, és hogyha ugyanolyan jól énekelnek, mint ahogy tapsolnak, akkor a színpadon szereplőkkel együtt egy igazi nagy kórust alkothatnak a kedves szülők, nagyszülők, vendégek és a színpadon ülő művészek. Stoller Xenia ünnepi szvittjével búcsúzunk tehát a mai gyönyörű alkalommal. A színpadra a tanárok lépnek, valamint Hajtó Gertrúd tanárnő továbbképzős csellista növendékei, illetve Stoller Xenia és Regősné Nyírő Ildikó szolfézsos növendékei. Én pedig az iskola mindenkori vezetősége, mindenkori tanárai és növendékei nevében nagyon köszönöm Önöknek, hogy velünk töltötték ezt a napot, ezt a délutánt. Én nagyon-nagyon boldogan várom továbbra is a gyerekeket a rádiófelvételeken, remélem sokszor találkozunk még. További hasonló élményeket, szép zenei élményeket kívánok Önöknek. Viszontlátásra!